Shalom, אנחנו לומדים מתוך הספר כתפי בעל הסולם, מאמרו Mindenkit üdvözlünk, mi a Kabbala tanuló című könyvből olvasunk, mondják az oldalszámot. Tehát 259-es oldalról olvassák az árvú cikket. Kérdéseket föltenne a lecke során, és a megfelelő kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. Tehát árvút, cikk. Tehát most már teljes egészében megérthetjük az előző szavakat, mivel ő azt mondja, most ennél fogva, ti valóban odafigyeltek a hangomra, és megtartjátok a szövetségemet, azaz köszünk egy szövetséget azon, amit én most nektek mondok, hogy ti a saját kincseim lesztek az összes nemzetek közül. Ez azt jelenti, hogy ti lesztek az én kincseim, és a megtisztulás szikráival, mint a test megtisztítása halad majd rajtatok keresztül a világ összes népei és nemzetei számára, mivel a világ nemzetei nem állnak még erre készen önmaguk által. Minden esetre nekem egy nemzetre van szükségem, hogy belekezdjek, hogy az orvosságá váljon majd az összes nemzet számára, és ennél fogva úgy fejezi be, mivel az egész föld az enyém, azaz a föld összes nemzetei hozzám tartoznak, mint ahogy ti is hozzám tartoztok, mindenki arra hivatott, hogy hozzám csatlakozzon. De most, ameddig ők még mindig képtelenek végrehajtani ezt a feladatot, szükségem van egy erényes nemzetre. És amennyiben ti beleegyeztek abba, hogy orvosságá váljatok az összes nemzetek számára, én utasítalak titeket, hogy váljatok számomra a főpapok királyságává, amely a többiek szeretete annak végső formájában, mely a szeress fele barátodat, mint saját magadat, azaz az összes tóra és parancsolatok tengelyévé válik. És egy szent nemzet az maga a jutalom, a teremtővel összetapadás végső formájában, mely magában foglalja az összes egyáltalán elképzelhető jutalmakat. Rav, mi ez a jutalom, az, hogy szent nemzeté lehet válni? Ez az, mondja, hogy ti 100%-ig szolgáltatok a többit. Tehát, semmi másra nincs szükség, mint az, hogy ti szolgálóvá váljatok, és minden vágyódásotok, minden, az kizárólag a többieknek a szolgálatára irányuljon. Az az, mondja, a teljes adakozás formáját meg kell szereznetek, és ez lesz a jutalom. Igen, mondja. Itt azt mondja, mondja Dror, hogy nekem arra van szükségem, hogy az ember egy gyógyszert kezdjen ezt megkapni, tehát a teremtőre, mint a szükség lenne valamire. Hát természetesen, mondja. Tehát, hogy ha nézzük, hogy ő miről beszél, akkor nyilván van az általános kapni akarás, ami föl van oszva a sores alefbet, gimel, dalet szintekre, amelyek a megszerzésnek a szintjei, és itt van egy általános megszerzési vágy, amit ő teremtett. De ki van közelebb ahhoz, hogy ezt érezze és értse? Ki az, aki közelebb van az adakozás érzéséhez, a fény minőséghez? Ki van közelebb a fényhez? A sores aviút nyilván, aztán az alef, aztán talán még a bet, de a gimel és a dalet, az biztos nem, de biztos ez a vastagságok távolabb vannak, hiszen ezek már kapnak arások. Miért? Mert a bina az a behina bet, az nyilván, ugye a behina alefhez hasonlóan megszerez, de amit megszerez a ketertől, hiszen a gimel is kap a bettől, de ezáltal, ez azt jelenti, hogy ő teremtményé tud válni ezáltal, de ez a teremtmény, ez nem egy szadik teremtmény, amíg nem kezdi el példaként látni a teremtőt, nincs erre hiánya, hogy olyan legyen, mint a teremtő. És csak a behin a dalet önmagában az, ami igazából teremtmény válik. Tehát a gimel és a dalet az a két állapot, amelyek olyan vaskosak, annyira vaskos, vastag vágyak, hogy messze vannak a teremtőtől, ugyanakkor viszont felébredhetnek. Tehát a sores alef bet, ami a betnek a közepénik, a házétól, a második része, az alsó része a bet állapotnak, az, ugye az a, ott kezdik a rozs dezerampim. Amely valóban az alkozásnak az érdemes edényeivé válhatnak. Tehát a gálgáltáim az valóban a legközelebbi edények az adakozáshoz, a sores és az alef. Tehát azért, mert az ő
kapni akarásuk, az a fény. A fény megszerzésére irányul, és hogy a tisztítsa meg a fény. Tehát ezen a módon épül ki a jásár kell, mert nyilván ez egy természetes irányultság kell ezekben az edényekben, hogy legyen. Ugye ez Ábrahámtól számítva jelentek meg ezeket innen kell megszerezni, és alapvetően Babilontól kezdve ezeket az edényeket, mindenféle törzsek és mindenféle nemzetek jöttek létre. Nyilván Babilonot voltak mindenféle törzsek, és ezek a törzsnek egy része Ábrahámot követte, egy része nem. Tehát mindazok, akiknek volt elég vaskosságuk, a Sores és az Alef és a Bet, azok Ábrahámot követték. És ezekből vált ki majd Izrael. Tehát azok a kevesek, nyilván nem mennyiségre kevesek, de nyilván a kapni akarásuknak elegendőké kell válniuk, hogy bein a Daletté váljanak. Tehát valahol ezt el is magyarázza Bálhaszulám, hogy miért csak nagyon kevesek vannak a világ nemzetei között. Ez nyilván nem mennyiségi kérdés, hanem a kapni akarásnak a viszonya egymáshoz. Tehát Oké, tehát akkor ez az, hogy ez működik, tehát magyarabb. Mivel ők kiérdemelték, hogy magukat korrigálják, az edényeiket, Aref és Soles szinten, amely azt is jelentette, hogy egy hatalmas lángoláson mentek át, tehát az Ahab csatlakozott hozzájuk, elszívjuk egyiptomi számvezetésnek, amikor az Ahab rájuk cuppan, és ez azt is jelentette, hogy a Gagatonaim, ugye Ábrahám kivezette őket Babilonból, tehát, hogy valóban ezek az edények, ezek megszülesenek, és minden a kapni akarásból származik, tehát hogy vannak összekapcsolatban, minden szupernek látszik, egy dolog kivételével, az edény kivételével. De hol van a másik fel a dolognak? Hol van az Ahab, amely a Gálgatánáimhez tartozik? Én nyilván ez nagyon fontos, és minden Gálgatánáimnak meg kell legyen a saját alapja, tehát ki van... Nyilván az Ahab az egy nagyon egoista rész, és meg kell, hogy jelenjen egyfajta törekvés is erre. Tehát annak érdekében, hogy elvigyük ezt a korrekcióhoz, hogy egyesítsük a korrekcióval ezt. Tehát nyilvánvalóan ez a számüzetés, a kilépés a számüzetésből ezen alapul. És amikor az ember valóban érzi a kapnakarást, tehát nyilvánvalóan Izraelen belül jelenhet ez meg, csak máshol nem. Ezért bele van foglaltatva ebbe a lényegbe. És a csapásokon keresztül egy hatalmas vágyat kell érezni, hogy az ember fölé emelkedjen mindennek, és az ember mindennek fölé tud emelkedni, akkor valóban érezhető lesz az árvút, és akkor meg lehet szerezni a módszert, amit Tórának nevezünk. És ilyen módon lehet megérkezni az első templomhoz, a töréshez, másodikhoz, a töréshez, és ilyen módon kell készen lenni bizonyos vizsgálatokra, és így lehet megragadni a munkának a lényegét, és így lehet hasonlóvá válni Ábrahámhoz. És így lehet a terjesztés generáción keresztül megvastani, egészen a végső korrekcióig, ami nem ma lesz természetesen, de így valósulhat meg. Azaz nekünk ilyen módon kell elérnünk bizonyos eredményeket, és nyilván most nem sokára ki lesz adva egy új kis könyv, amit elkezdünk az egész világ számára terjeszteni. Azaz, ez nyilván, ez ír Izrael kötelezettségéről, a világ nemzeteinek a
az ehhez kapcsolódó feladatáiról. Ez az a munka, amit Ábrahám óta kell végezni Babilonban. És aki kapcsolódik, az kapcsolódik. Ez az, ahogy nekünk el kell kezdeni a külsőségen dolgozni. Ahogy ezt Bala Szolám leírta az Zohár könyvének bevezetőjében. Ennyi mondja rá. Szerintem a folyamat tök világos. Mondja rá. Kérdés van még? Mert akkor befejezzük a cikket. Tehát világos, hogy mondja leírva? Miért kell, hogy a korrekció egy nemzettel kezdődjön, és nem öt vagy nyolc más nemzettel kezdődjön? Én, mondja Rav, ugye láttam például az unokámon, mikor elment első iskolába. Következőben elment a másodikba, aztán a harmadikba. De miért így van ez? Miért nem lehet az, hogy rögtön egyetemista legyen? Azaz nekünk, ez azt jelenti, hogy nekünk hozzá kell adaptálódnunk ahhoz, ami az edény képes elérni, és amit az edény igényel ehhez. Tehát nekünk kell egy rendszer, amihez a bizonyos képességet tudunk kapcsolódni, hogy valóban be legyünk foglaltatva ebbe a kölcsönös adakozásba, és ezért nekünk a sorás Alef bet keménységen keresztül meg kell élnünk egy olyan fajta aviutot, ahol látnunk kell a spirituális koncepciónak a megragadását. Másfelől látnunk kell és képessé kell válnunk, hogy értsük és lássuk azt, hogy ez a koncepcióhoz közelebb kell kerülnünk, a fény koncepciójához. Az adakozáshoz, a kapcsolathoz, a kölcsönösséghez. És amilyen mértékben mi a rombolást és a törést és a számítást érezzük, látnunk kell, hogy pontosan ezért a törésért Izrael még talán egoistább, mint bárki a világon. Hát írva van, hogy amikor Izrael felemelkedik, akkor felemelkedik mindenkinek, mert ők vannak a legmélyebben, tehát ők vannak a Behin Adelet állomásban. És ezért látnunk kell azt is, hogy Izrael a legmélyebb törés maga. Ők zuhantak le a legmélyebbre. És ezért természetesen ők alul vannak. És nekik kell kérni az edényt az egész világtól, hogy képesek legyenek mindenkit a spiritás felé fordítani, mert az edényeknek nincs a feltárulás. Mert ha az edény könnyű, akkor kicsit fényelnik benne. Tehát nyilvánvalóan akkor csak az ásványi szinten sikerül korrigálni a könnyed edényeket. És nem azokon a szinteken, amelyek a spiritáshoz valóban kapcsolódhatnak. Mert hogyha ezek az a szintek, amelyek a valóban a spiritáshoz vezetnek bennünket, nem elég fényjelenik meg a más edényekben. Tehát ezek tudnak felemelni minket. Tehát mi egy másfajta állapotban vagyunk most a fény tekintetében, mint a többiek, tehát mi rosszabbak vagyunk, mint bárki, mondja rá, és ezért ez a kis rosszaságunk tud bennünket elnyomni egy másfajta részvételbe a világ korrekciójában. Hogy valóban képesek legyünk ezzel foglalkozni egyfelől, másfelől pedig az adakozás edényei megjelennek valamilyen módon, és akkor egy ragyogást kapnak innen, és ebben a kapni akaráson belül megjelenik valami, és egy olyan fajta nemzet vagyunk mi, akik akik jobban készen állnak arra, hogy minden fajta feltárulásra tegyenek szert, mindenféle befektetést érezzenek, mindenféle fajta hogy még kreatívabbak legyünk, még közelebb legyünk a teremtőhöz. Mivel a Gálgátve Náim, és mi vagyunk. Tehát valóban a törött edényeket össze kell kapcsolni, tehát ezért egyfelől nekünk van a kapnakarásunk, amely messze egoista, kapnakarásunk, amely kapcsolódik a spiritualitáshoz, ezért valóban rosszabb, mint bárki. Másfelől, mondja rá,
megvan a képességünk, hogy teremtsünk, hogy felfedezzünk, hogy végrehajtsunk dolgokat, hogy láthassuk, hogy Izrael nemzetei valóban hogyan kapcsolódnak, és hogyan lehetnek mindenféle formában sikeresek abban, hogy az emberiség érzelmileg és tudományosan mindenféle módon előre haladjon. A mi munkánk, mondja Rav, az végső soron Ábrahámnak a munkáját kell elvégeznünk, de nem csak Izrael nemzetére kell tekintenünk, egész Babilont látnunk kell, a mai Babilonra kell pillantanunk. Tehát, hogy egyre többen kell, hogy hozzánk kapcsolódjanak, és ez a csoport, amiről itt szó van, ez a mi célunk, amit úgy hívnak, hogy emberiség. Nekünk ezekkel együtt kell belépni a korrekcióba. Ez, amit az embernek állandóan keresnie kell, ez az, amit nekünk állandóan korrigálni kell. Tehát aki csatlakoznak, arra csatlakozzon, a többiek pedig próbáljanak meg mindenféle módon adoptálódni majd az egójukkal ehhez a kapcsolati folyamathoz. Tehát nekünk figyelembe kell venni, hogy végső soron nekünk valóban terjeszteni kell a kabala bölcsességét, minden félelem nélkül, és mindenféle másodlagos számítgatás nélkül. És az emberiségnek megértenie kell. A legfontosabb dolog, mondja Rav, Izrael számára, és Izrael földje számára, hogy az emberek megértsék, hogy a kabala bölcsessége ez valóban a Tórát valójában Izrael tudja csak megtartani. És mi a célja mindennek? Hogy elérjük azt, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad. Tehát minden probléma... Tehát Kanadából kérdezi valaki, hogy ön azt mondja, hogy Izrael nagyon tiszta edényekkel rendelkezik, de mégis közben azt érezzük, mondja, hogy hihetetlen kapnakarás van bennünk, és a legnagyobb kapnakarásunk, mert mi Istennél akarunk válni. El tudna magyarázni ezt az ellentmondást? Rav, hát tényleg mi a legönzőbbek? Hát milyen ellentmondás van itt? Én már sokszor beszéltem erről. Valóban. Nekünk van a gálgatzenájmú, de van az ahapunk is, magyarok. Ezért két ellentétes edény ez, két fajta, nekünk mind a kettő megvan, ezért... A zsidóknak mind a két formában ki kell fejezni magukat, tehát mi vagyunk a legnagyobb bűnösök, a mafia maga, ugye? Akik zsidókból állnak, másfelől pedig tanárok vagyunk, tanítók vagyunk, vezetők, spirituális vezetők, értitek? Tehát még nem is beszéltük a 10 törzsről, mondja Rav, hiszen ő neki is csatlakozni kell mind a 10 törzsnek. Tehát ha belegondoltok, ezek az ISIS meg a talibánok meg minden más, hát látjátok, hogy ők is zsidókká válhatnak bármikor, sőt még többen is, a lehető leggonoszabb emberek is azzá válhatnak. Terence, ön azt mondta, hogy nekünk el kell érnünk azt a szintet, amikor minden ember megismeri a teremtőt. Igen, ez igaz. És akkor Izrael az, aki elhozza az emberiséget a teremtő szintjére, ez igaz? Igen. Qui était dirigé vers le créateur. C'est ça que je comprends pas. De amikor a Tórát olvasom, akkor azt látom, nem Izrael vezette ezt, hanem valami júdai törzsek. Tehát nem Izraelnek, hanem a héber törzsek vezették a folyamatot. Qui forçait Israël à revenir vers le créateur. És nekem mindig az
Azt itt a júdeai törzsek vezették, tehát hogy a júdeai törzsek és az Izrael hogy állt össze? Igen, Bála Szalam is beszél erről, hogy a nemzeti újságában, hogy hogy váltunk nemzetté. Oké. Tehát akkor, mondja Terence, akkor hol vannak a júdeai törzsek? Mik ezek most, a mai világban? Hát ki tudja, hogy ki mit képviselt? Itt még volt egy csomó szabály is, hogy két törzsek nem házasodtak egymás között, különböző törzsekhez tartozó emberek. A korrekció mára, mondja Rab, túllépett ezen, tehát az embernek látnia kell. Tehát ennek nyilvánvalóan léteznie kell egy parcufnak, vagy kettőnek. Tehát... Tehát nyilvánvalóan a teljes parcufnak látni kell a törést, a törését, és... Tehát mára már lényegtelen, hogy kikivel lép házasságra. Ma már minden egyes törzsnek részt kell ebben vennie, tehát nem lehet ezt ma már megúszni. Tehát ez nagyon különlegesnek kell lennie ennek a dolognak. Tehát az egész világnak látnia kell, hogy ez hogyan működik. A kabbalisták mondják, hogy miért nem adták nekünk oda a kulcsot azzal akadhoz, amivel a világot magunkhoz köthetjük? Rav. Minden kulcs nálad van. Milyen kulcsot hiányoz? Hát miért ülnél itt ma? Hogy érzed magad, hogy itt ülhetsz? Nézd meg, hogy jöttél ide. Hogy vezeted ide az Isten? Neked van gyereked, van feleséged, és itt ülsz köztünk. Egy van? Két fiad van? Oké, nem? Igen. Három? Na, belehúztál, mondja rá. Legyen 12, mint Jákobnak. Tehát, mondja rá. És nézd meg, hogy mit csinált. És keresi a kulcsot, hogy miért nem kapta meg. Itt ülsz a kiválasztottak között. Hát miről beszélsz te? Tehát megkapod a mikrofont, és kérdezhetsz itt. És megkérdezed, hogy nem kapták kulcsot? Hát miről beszélsz? Ez jó. De amikor a kabala szót használjuk, itt Izraelen belül, akkor itt ugye egy félelmet kéne érezni, az Isten félelmet. És nyilvánvalóan itt van egy automatikus elutasítás még a kabalával szemben ma is. Tehát a... Tehát hogy gondolkodnak a kabbalisták? Hogy lépnek át ezen a nehézségen, ami valójában megjelenik? Nem a kabbalisták kérdése, ez mondja. Ők sokat írtak erről. De sokkal inkább annak a kérdése, akik nem kabbalisták. Akik nem értenek egy büdös szót sem abból, hogy mi a kabala bölcsessége, és miről szól a kabala bölcsessége. Hiszen ők kabala ellenesek, kabala ellen írtak. Tehát a dolognak a lényege, mondja rá, az, hogy Baal Shem Tov idejétől kezdve valóban tudjuk alkalmazni Ari módszerét az összes zsidó között, akik sokan Kelet-Európában születtek a módszer a megalapozóikkal. Tehát Baal Shem Tov például elkezdte ezt a munkát, ő feltárta a nemzet számára, az emberek számára a kabalát, a haszidik úton, és... Nagyon sok ember volt, aki ellenében volt ennek.
Tehát volt, aki még nem volt, még készen erre, mindenféle problémák jelentek meg. Én nem azt mondom, hogy ez rossz volt, és nem volt igazuk. Tehát ezen a módon, vagy azon a módon, de tudni kell, hogy milyen elérések történtek. Tehát ez az, ami történik, és napjainkig ez a helyzet állandóan folytatódik. Tehát 2000 év telt el Izrael nemzetein belül, és a judaizmus az valóban a parancsolatok megtartását jelentette. Ugye megszülettek a különböző könyvek, az imakönyvek, és a parancsolatok betartása egy fizikai síkon történt. És ilyen módon kellett ezt megtartani, tehát az összes kabbalista elkezdett dolgozni a spirituális gyökerek elérésén. És csak a kapcsolaton keresztül a csoportban, csak azáltal, hogy az ember megérti, hogy hol van, mi a teremtésnek a célja, hogy mindenhogy kapcsolódik a teremtővel össze, mi a tóra, hogy a tóra valóban... Tehát valóban látni kell ezt, hogy a reformáló fény mit tesz, tehát hogy mindezek a dolgoknak szét kell terjedni a nemzeten belül. És természetesen a világ nemzetei a történelem során keresztül mentek azon az eseményeken, amin, és látták az ellenállást, és látták a kabbala bölcsességével szembeni ellenállást. Látnotok kell ezt az ellenállást a világ nemzetei felől is. Nyilvánvalóan nekik is megvan a bölcsessége, azon keresztül megpróbálnak valamit megérteni, és ezért nekünk a világnemzetek között is keményen kell terjeszteni, és hát nyilvánvalóan ez nagyon fontos. Tehát ők mindezekhez a dolgokhoz egy egyenlőségi módon kell, hogy kapcsolódjanak, és Izrael nemzete mindenféle nehézségen megy keresztül, és nekünk lassan ezeket a dolgokat meg kell értenünk, hogy hogyan történik mindez. Nincs más választásunk, ez a mi munkánk. Emil Vilniusból kérdezi, most már ketten is folytanak a fülemre, tehát, hogy a lévik és a főpapok azok a terjesztésben sikeres emberek Izraelen belül? Igen, de hogyha te az arvútról akarsz beszélni, vagy kérdezni, akkor igen, mondja, de akkor a főpapok bölcsesség és a szent nemzet, ugye erről beszél itt a cikk, tehát a főpapok nemzedéke az a szeresd fel barátod, mint önmagad, és egy szent nemzetté váljatok főpapokká többiek számára, mondja Orel Levi. A világ korrekciója az adakozás érdekében, az nyilvánvalóan ezektől az edényektől függ, hogy elnyerik ezek az edények ezt a tisztaságot, mondja Rav. Nekünk el kell érni egy teremtővel való összetapadást, és ezáltal tudunk örömet okozni a teremtőnek. Ma mind nyilvánvalóan a kapcsolaton keresztül érhető el, a kapcsolat pedig a formaegyezéssel érhető el az edényekben. Tehát a teremtőnek vannak bizonyos edényei, amelyek adokozásúak, és a mi edényeink pedig megszerzőek. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy korrigáljuk a mi saját edényeinket, hogy képesek legyünk ezáltal megszerezni az adakozás érdekében. És ez az a cselekedet, ami valóban az igazi adakozás, mert különben mi nem tudunk mit adakozni. Adni ugyanis gyakorlatban azt jelenti, hogy valamit van, ami másnak nincs, de hát van valami, és azt adom neked. De a spiritualitásban ezt nem lehet megtenni, mert nincs semmi. A spiritualitásban nem tudok adni, valójában nincs kezem, másiknak sincs keze, amit odaadjak. Ugye a spiritualitásban az adás
Ez azt jelenti, hogy én megszerzek valamit, de a te érdekedben. Hát hogy tudok neked adni? Hát nyilvánvalóan példát adok arra, hogy hogyan lehet adakozni. De magyarázzatok el nekem, hogy hogyan adunk mi egymásnak. Egy spiritás módon. Tehát hogyan tudunk mi adakozni a teremtőnek? Hát egy nagyon egyszerű dolog, amiről gondoskodni kell, vagy gondolkodni kell. Amilyen mértékben én megszerzek a teremtőtől, annak érdekében megszerzek tőle, hogy örömet okozzak ezzel neki, hiszen ő ezt akarja, hogy én megkapjam a bőséget tőle, és akkor nyilvánvalóan jön a fény, amit én élvezhetnék. De hogyan tudok tőle úgy megszerezni, hogy én örömet is okozzak neki, úgy, hogyha az én szándékom is arra irányul, és ez a szándék fölé emelkedik annak a szándéknak, hogy én magamnak hozok az a körömet. Tehát egy jelentős munkát kell végeznem, tehát ki kell töltenem az edényeimet, a kapni akarásomat, de ezeket az edényeket kizárólag az adakozásra kell irányítanom. Hát nézzétek meg, hogy milyen fajta korrekció jelenik meg így a vágyakon belül. És nekem akarnom kell, hogy örüljek annak, hogy megkapok ilyen módon, és ezáltal én valóban még nagyobb örömet tudok okozni magamnak is, mert őnek örömet okozok, és ennek az örömet is én érzem. Tehát mire van szükségem ahhoz, hogy ezt a fajta belső munkát el tudjam végezni, és érezzem ezt a belső egyensúlyt, magyarul, ezt a, hogy mit veszek figyelembe, hogyan fogom ezt megmérni, amiről itt szó van, hogy mennyit kapok meg, mekkora örömet okoz ez? Hogyan adom át ezt az örömet neki? Hogyan fogok hálás lenni? Hogyan fogom őt kérni? Tehát... Nem világos még a számunkra, hogy milyen számítások jelenik itt meg. Tehát itt nekünk... még több feltárulásra van szükségünk, és még több egyet kell megvizsgálni, és ez az, amit nekünk tenni kell. Tehát, így haladunk előre. Mit akarsz kérdezni? Ez világos, nem? Ez az a munka, amit el kell végezni. Ez az edényen végzett munka. Tehát miután ezt ilyen módon korrigálod, tudod elérni az adakozásnak az erejét, amely valójában egy jutalom. De valójában igazából te nem tudsz adakozni. Oké, na akkor van itt egy definíció, hogy mit jelent Izrael. Mit jelent a főpapok nemzedéke, a mások szeretete. Tehát hogyan tudom ezt elmagyarázni a széles nagyközönség irányába, hogy mit jelent Izraelnek adakozni? Hát ezt nagyon egyszerű módon kell érezni. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy mi korrigáljuk önmagunkat, annak érdekében, hogy valóban szeressünk másokat, megjelenni a testvéri szeretet, hogy egész Izrael a világ barátja váljon. Tehát nekünk az egész világot így kell megvizsgálnunk. Ezt nevezzük úgy, hogy nekünk, hogy mi fényt osztunk a világnak. Különben a világ összeomlik. Ez a munka? Ez a munka. És mi a jutalom? A jutalom az, hogy a világot a szeretet világába kormányozzátok. És azért, mert, és milyen jutalom ez? Azért, mert ezáltal közelebb kerültök a teremtőhöz, és megérzitek, hogy hogyan kell olyanná válni, mint a teremtő. Tehát nyilván nekünk el kell ütni a teremtőhöz, és meg kell néznünk. Tehát egyszerűen el kell jutni ide, akarnotok kell, de azokat az állatokat, akiket embernek hívnak ebben a világban, igazi emberekké kell tennünk, és ennek megfelelően a hiányukat kell megváltoztatni, mert mindenkit a saját hiányra megfelelően taníts. Oké, de hol van a munka akkor, és mi a jutalom? Még egyszer kérdezi Orel Levi. Az ő jutalomunk egy jobb élet. Hogy elérnek egy jobb kapcsolatot, és egy jobb életet? Én ebben az életükben, ebben a kapcsolatban egy jó élet tárul föl a számokra. És mi a jó élet? Mindenki kapcsolódik, mindenki gondoskodik a másikról.
Tehát mi arról beszélünk, egy olyan szinten beszélünk hozzájuk, amit ők megérthetnek. És nyilvánvalóan a szerepünkről is kell beszélni nekik. Ez a cikk, ami kik vagytok ti Izrael népe. Értitek? Ma a cikkről akarsz még kérdezni? Rav, az árvótról szeretnék kérdezni. Mi tanuljuk a spiritualitásban, hogy tehát hogyan tudok én egy emberként egy szívvel kapcsolódni hozzájuk? Hát ez nem egy egyszerű ugrás, mondja Rav. Igen, de ön azt is mondta korábban, hogy mégiscsak ez tőlünk függ. Igen. Tehát, hogyha itt van egy kölcsönös edény, akkor van valami különleges kérés, amire fókuszálnunk kell? Egy különleges állapotra, hogy valóban megtörténjen az, aminek meg kell történnie? Kérdezi Ravot? Offer. Igen. Nekünk arra van szükségünk, hogy elérjünk az egy szív állapotát. Oké, tehát akkor még egy kérdésem van. Ravjon általában az elvárásunknak megfelelően azt mondja, hogy általában szoktuk kérni, hogy magyarázza el valamit. Tehát nyilván ön néha elmondhatja, mi az ön elvárása. Tehát is az ön elvárás hogyan alakul az általános elvárás? Az én elvárásom. Ezek különböző elvárásaim vannak, magyarok. Mindenek előtt el kell jutnunk egy nagyon komoly módon oda, hogy minden pillanatban, órában és másodpercben már a kongresszusra gondoljunk most a következő napokban, és mindenki az kizárólag egyetlen szándékban létezzen a kapcsolatban, annak érdekében, hogy felfedezhessük az általános a minőségét az adakozásnak, és ezen keresztül feltárjuk a teremtőt. Tehát mi nekünk nem szabad elfeledkezni, hogy az összes barátunktól befolyást kapunk, mindazoktól, akik távolságban vannak tőlünk, velünk vannak, akik tudják vagy nem tudják, nem szabad senkiről megfeledkezni, tehát senkinek nem szabad elfeledkezni senkiről, Izrael teljes nemzetéről és a világról sem, de ennek ellenére magatokra kell koncentrálnunk most elsősorban. És nekünk meg kell próbálnunk minden alkalommal arra fókuszálni, amennyire csak lehetséges, egy hatalmas belső hajtóerővel, hogy képesek legyünk érezni a szinteket, és a kongresszusról úgy kell kilépnünk, olyan fajta érzéssel, hogy a következő hónapban minden nap meg tudjuk tartani ezt, és majd egy hónap múlva újra csinálunk egy ilyen kongresszust, 3-4-5 hét múlva, és akkor láthatjuk majd, hogy mennyit fejlődtünk, hogy értük el ezt az állapotot, a kapcsolatot, milyen erőfeszítést tudtunk tenni, és hogy tudtunk elérébb jutni, hogy fejlesztett ez bennünket. És én azt gondolom, hogyha mindenki önmagára vonja ezt a munkát, a saját szerepét komolyan fölveszi, akkor lehet ezt a teljességet megélni. Igen. Tegnap este együtt voltam néhány barátommal, és beszélgettünk a helyes viselkedésről beszélgettünk. Nem fejeztük ezt még be, de mégis kialakult egy egy ilyenfajta szellemiség köztünk. Hogyan? Ezt sem értettem. Tehát minden embernek komolyan kell ezt vennie, és valóban készen kell állnia arra, hogy a célt elérjék, és valóban
Tehát nyilvánvalóan nyitott szívvel kell másokért dolgozni. Hogyan tudunk összekapcsolódni? Ez az, amire igazán szükségünk van. Hogyan tudunk egy inspirációval errefelé fordulni? Hogyan váltunk példává? Hogyan lehet, hogy mindenki egy példa legyen arra, hogy összekapcsolódjunk? Hogyan lehet valóban nekünk egyre közelebb kell kerülnünk egymáshoz, és látnunk kell, hogy mennyire vagyunk eltörődve a klipákból, és hogyan kell a klipákhoz állni. Tehát ez egyfajta belső kötelezettségű. Oké, na de akkor nekünk valóban kell mindenféle játékokon és egyéb dolgokon keresztül ezt éreznünk egymásra. Hát én nem tudom, milyen külső játékok lehetnének. Ha akarjátok, akkor tegyétek meg, és ellenőrizzetek magatokat. Én ebben most nem mondanék semmit. Tehát nekem úgy tűnik ez most, hogy én azt gondolom, hogy a leghatékonyabb dolog, ami befolyásolja az embert, az az, amikor valóban látjátok a cselekedetekből, hogy mennyire vagytok önátadóak egymás irányába, és valóban meg kell próbálnotok elmerülni ebben a vizsgálatban. Talmid Joel, aima ta ro'e chashivut lekinsei mar'a ba'aretz? Oké, van itt egy kérdés egyik tanulónktól a fontosságról. A tükörkongresszussal kapcsolatban, ami egész Izraelen belül megnyilvánul most is Petatikvában. Nekünk támogatni kell egymást, nem csak Petatikvában. Nem úgy, hogy ez a csoport, vagy ez a csoport támogatja, a másik meg nem. Nyilvánvalóan van, aki nekünk arra van szükségünk, hogy mindannyian érezzük, hogy egyek vagyunk. És minden távolság ellenére valóban azt érezzük, hogy megfelelő minden egyes várakozásnak, és reméljük, hogy mindannyian érezni fogjuk azt, hogy egyek vagyunk. Hát ez nem kérdés, hogy ki van itt, ki nincs itt, nem ezen fog múlni. Mindenki bennünk van, aki akar, és hozzánk kapcsolódik kívülről. De nekünk igazából nem kell látnunk senkit, mondja a vezér, nem is fogjuk bekapcsolni a kamerák, vagy a képernyőket. Tehát nekünk... Én most azt gondolom, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy valóban koncentrálni tudjunk az elérésre és a kapcsolatra, semmi másra. Semmi másra nincs szükségünk. Oké, Mose? Busi, bocsánat. Tehát nyilván egy külső cselekedet, honnan tudom megkülönböztetni, hogy mennyi a saját erőmből, és mennyi pedig a külső erővel történik. Tehát mi az, amikor az árvút tart meg engem? Tehát egyáltalán, amiről beszélünk, azt hogyan tudom én érzékelni? A külső cselekedeteket meg tudsz tenni, mert nyilván a test megtesz mindent, aminek értékes lehet, ugye? Tehát ezt nyugodtan mondjuk ki. Nyilván befektetsz ebbe, abba, abba. Látod a jutalmadat. Nyilvánvalóan te büntetést akarsz a jutalmad, de így működik ez. Tehát neked fényt kell kapni a testnek, nyilván így fordul el az állatok. Így lesz az állatból ember. Tehát a mi számunkra az a gondolat és az a vágy, hogy valóban képes legyél egyre mélyebben dolgozni az előadáson, nyilván nekünk kell egyfajta vágy. Tehát nyilvánvalóan nekünk olyan cselekedeteket kell hozni, amiben nincsen semmilyen hasznunk.
Tehát nekünk a fontosságot kell fenntartani, és nyilvánvalóan legalább néha el kell érnünk ezt, és látnunk kell, hogy mi az, ami igazából fontos a számunkra. És mit kell tennünk? Hát nyilván a fontosságot kell növelni. Tehát nekem meg kell próbálnom, hiszen én nem tudom kontrollálni a vágyat. A belső munka... Nyilvánvalóan van, amikor szinte lehetetlen a kapcsolatot összehozni. Miért van ez? Mikor kell nekem a teremtőhöz fordulni ebben az ügyben? Hát nyilván, hogyha nem így lenne, hogy néha tök alkalmatlan lennél a dologra, akkor miért fordulnál hozzá? Nyilván azért fordulsz hozzá, hogy megkapd a fényt tőle, mert csak rajta keresztül tudsz kiszabadulni. Hát miért korrigálnád magad egyébként? Ha neked meg lenne a lehetőséget, hogy korrigálódj nélküle is, akkor megtennéd. Hát te nem válasz olyan, mint egy szovjet kommunista banda. Oké, de akkor a teremtő, amit célunk, akkor meg kell próbálnom megérteni, mi történik. Tehát én erőfeszítéseket teszek, lehet, hogy már 20 évet is eltöltök itt, de mégsem érem a cél. Tehát itt nyilván akkor egyetlen egy cselekedet sem tudok tenni, én azt mondta a teremtő nélkül, de miért? Azért, mert minden cselekedetet a fény hajt végre, de miért így működik ez, mondja? Azért, mert neked hasonlóvá kell állnod a fényhez. Oké, én olyan akarok lenni a fény, de csak akkor, hogyan tudok én túlépni ezen? Már neked közelebb kell hozzá kerülnöd? Nem? Tehát... nyilvánvalóan a cél az, Oké, tehát nekem nincs más választásom, tehát nagyon sok oka van annak, ami történik. Oké, tehát akkor mit kell tennem, és hogy kell erőfeszítést tennem a csoportban, hogy és mégsem érek el jófajta semmit, tehát ha nem fordulok hozzá, akkor nem tudok tenni semmit, tehát mi mindig mondjuk, hogy kapcsoljunk, de nem vagyunk képesek erre. Hát itt két erő van, a kapni akarás ereje és az adakozás ereje. Mind a kettő egy erő, nyilván az adni akarás is, hiszen az adni akarás a teremtő. A kapni akarás az pedig a teremtménynek a lényege, semmi más nincs a teremtményből. Tehát hogyan lehetek én teremtmény, nyilván, hogy korrigálom magam, és akkor a teremtményből teremtővé válok. És ez pedig a fény által lehetséges. Tehát a következő kérdés. Miért kapom meg a fényt? Itt mondom a teremtőnek, hogy adjál nekem, légy szíves, üzemanyagot ahhoz, hogy jól lessek, mint te. Hívjuk ezt bárminek, de adjál nekem ehhez erőt, hogy én korrigálhassam önmagam. Nyilván azért akarom korrigálni magam, hogy közelebb kerülsek hozzád. Erről szól ez a mese. Tehát neked szükséged van a teremtőre, hogy megkap tőle valamit. A teremtő ugyanis azt akarja, hogy te független legyél, és saját döntésedből tartsd be a tórát és a parancsolatokat. Tehát fényt kapsz ehhez tőle, és az a fény téged hasonlóvá tesz hozzá. Oké, Angyara, akkor most megbeszéltünk. És ebben majd mélyben bele kell mennünk, ezt látjuk. Érzem, hogy itt van valami mélység, de majd ezt megbeszéljük. Oké, Angyara, most innentől kezdve egyre közelebb kerülünk a kongresszushoz, ebben kell élnünk, mondjára. Tehát én remélem, hogy mindenki készen áll erre, és valóban megpróbálunk egyetlen szívvel, egyetlen élekkel belépni ebbe csak azért, hogy a kapcsolati pontot megtaláljuk köztünk. És akkor bejelentések. Két bejelentésünk van. Az első, az összes Kabbala kollégium hívja Izraelben az izraelieket, hogy fedezzük fel az életnek az életét a Kabbala bölcsessége alapján. Haifa, Natánia, Beersheba, Ashkelon Kabbala központjaiban, és minden nézőket hívjuk arra, hogy kapcsolódjon be, és itt lesz egy nagyon izgalmas beszélgetés Rav Lajtmannal, van egy klip erről, ugye ezt adják minden nap. A teremtő az a legnagyobb, legmagasabb törvény, és ez változtatja meg az embert. Az élet
az a halál után kezdődik, mondja Sát. Micsoda? Tehát minden az emberen belül zajlik. Az élő ember is halott lehet, és a Tóra fogja felébreszteni. Oké, tehát akkor Dr. Lajtmannal itt és itt lehet találkozni, 66-os csatornán, itt a csomó héber szót mondok, amiből nem értem egy szót se, és akkor ezzel vége a leckének. המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרקד שלום זה הזמן, 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 זה הזמן,